Vásza Pali, akit most már valamennyien ismertek, amikor minket elítéltek, vagy már akkor becsuktak, ő részt vett gyerekként, fiatal emberként, hogy éljek ezzel a szép magyar kifejezéssel, részt vett a Mányi Erzsieknek a tárgyalásukon. És ő ott megfogadta, hogy ő, hát majd ő elmondja. Na mindjárt 18-án, ugye bemondások alapján szedték azokat össze, akik részt vettek a gyulavári tüntetésen. Hát az utolsó nap a tárgyalásra bejutottam, a két halálos ítélet született, a Mányi Erzsébet és Farkas Mihály, 20 és 28 évesek. Elmentem a temetőbe, és kerestem a sírókat. Hát nagy nehezen megtaláltam, mert nem is ott temették el, ahol szokásos volt a temetés, hanem egy ilyen ingyenes parcella, hát a temető szélibe, ott voltak jóformán elkaparva. Akkor ott a sírjuknál megfogadtam, hogy én bosszút állok értük. Születtem július 11-én. Úgy kerültem képbe gyakorlatilag, hogy én újságíróskodtam, és most is újságíró vagyok Békés Csabán, 89-90. Amúgy Szegeden kezdtem 87-ben a Dél-Magyarországnál. És körülbelül olyan 3-4 éve ezelőtt elhatároztam, hogy megírom Békésben a rendszerváltozáskori történelmét. És ahogy kezdtem belemélyedni a témába, egyre inkább azon vettem észre magam, hogy nem lehet megérteni 89 rendszerváltozását 56 rendszerváltozása nélkül. Aztán rájöttem, hogy 56-ot nem lehet megérteni 45 nélkül, és így szépen lassan visszamentem az időbe kutatásaim során. És így jöttem rá arra, hogy igazából 56-t az érdemes foglalkozni, mert 89 minden keserve, nyugodt maga a rendszerváltozás töredékességes 56, elezáratlan voltában keresendő. Találkoztam Annos István a Békés Sámson, beálltak vezetővel, akik 54-ben fel akarták robbantani a szovjet emlékművet Tóth Komlóson, sőt már 51-ben lőpapokat osztottak szét a szovjetek, akkor ruszkik menjetek haza. Nem is Budapest előtt kezdődött a Magyarország a forradalmi mozgalom, hanem egy is tálta mögöttű faluban Békésen. Szóval ez nem tudják követni Budapesten, ha bár azt tudják, hogy a Mosza téren is osztogattak Békésen lőpapokat. Még egyben vagyok, hát meg a holnap.
fel, hogy megismer. Látom, örülök. Nagyon masszívul vagy. Jó. Igen. Megismer? Igen. Igen. Egy kicsit kisebb volt a nőttél. Kisebb a akkor jó. Többen. Több tíz éve nem láttuk egymást, és most egy baráti ölelés készfogás az könyvfokasztó is lehet. Én nagyon érzékeny vagyok, de hát ugye én már mindegyiküket ismerem, meg találkoztam többé-kevésbé. Azért mégis nagy örömömre szolgál, úgyhogy meg is vagyok hatva, hogy ilyen létszámmal összejöttünk, és még valamennyien élünk. Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Ez egy ilyen rendhagyó, rendkívüli tájékoztató lesz. Az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy valamikor Pateki Kiár Kolomba jó történelem tanárunk a füzet első lapjára ezt kiratta föl. História est magister vitae, vagyis a történelem az élettanítómestere. Fekete Pál, ugye Sárospataki diák, Sárospatakon végzett, rendkívül nagy műveltségű tanár volt, itt Békés Csabán az egyesiskolában tanított orosz történelmet. Ő Békés megyében, ő népművel is volt 56 előtt, hiszen vitték a kultúrát vidékre, rengeteg adást tartott, főleg történelem tárgykönyvben. Ő volt, aki 56. október 4-én egy értelmiség ősen felvetette azt, hogy elvtársa. De miről van itt szó? Nem csak az értelmiséget nyomják itt el, hanem a munkásságot és paraságot is, hiszen egy új munkás arisztokráció uralkodik fölöttünk. Fekete Palinak is itt kellett volna lenni, beszéltem vele, és nagyon sajnálom, hogy nem tudott eljönni, de impulzióra jár be a kórházba. Ő gyakorlatilag, ahogy szokták hasonlítani, a lánglelkű Petőfi volt Békés. Rendkívül jó szónok volt, és a szíve végig tiszta maradt. Hát te kell hallanom, kedves barátaim, és igen, tisztelt vendégek, hogy mi ennek a nagy magiszternek, a nagy történelem tanárnak, igen, sokszor voltunk jeles tanulói, de nagyon sokszor pótvizsgára készültünk, és pótvizsgára utaltattunk. És ennek a pótvizsgának az oka rendszerét az volt, hogy nem ismertük a tényeket, vagy félre ismertük a tényeket, vagy nem számoltunk eléggé a tényekkel. A mostani nagy szellemi zűrzavarban, ahol tulajdonképpen minden nap más és másképpen halljuk a véleményeket ugyanarról a dologról, rendkívül szükség van, hogy rendbe tegyük, ne az igazságot keressük, mert az igazság benne van az eseményekben. Magukat az eseményeket kell a maguk valóságában megismerni. Az események minél idősebbek lesznek, annál kőkeményébbé szublimálódnak, annál kevésbé lehet őket meghamisítani. A forradalom köztudott dolog, hogy Budapesten tört ki. Ezek az események általában a világtörténelemben úgy szoktak megtörténni, hogy bizonyos előzményeik vannak. Ez az 56-os forradalom sem kivétel. Ezeket az előzményeket azonban nem lehetett látni. Ezek az előzmények nem jelentek meg papírokon, nem jelentek meg plakátokon, utcai tüntetéseken, ezek az előzmények szép lassan felhalmozottak az emberi lelkekben. És 1956. október 23-án egy olyan pillanat következett be, amikor ez a felgyülemlett sok keserű érzés, amelyik generációkon belül különböző formákban mutatkozott meg. A fiatal értelmiségről szeretnék beszélni, ahol ott tartozok, azoknak a szempontjában mérhetetlen csalódásban mutatkozott meg. Nem ezt várták, nem ezt gondolták. A második világháború után mindenki egy új világban, egy demokratikus világban reménykedett, és szép lassan kisült, hogy sebertől vederbe estünk. Ezek közül csak egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, hogy Magyarország egy olyan gyarmatbirodalomnak a részévé vált,
amelyek mai napig sem hullott létre, mert széthullott a holland, az angol, a belga, a francia, de az orosz gyarmatbirodalom nagyjából ma is áll. Mi ennek a románok által megmaradt és nem pravoszláv, hanem kommunista ideológiával, marxista ideológiával, világuralmat szertett gyarmatbirodalomnak a részévé váltunk. Fekete Pál 56-ban Békés Csabán az ő vezetésével egyetlen puskalövés sem hazott el. Ő minden a tömeget arra biztatta, hogy semmi erőszakosság, véres cselekmény, és emberek hallgattak is rá. Tehát az emberek mentek volna az Ávél székház fel a Munkácsi utcához, fölbőszültek, akkor is azt mondta, hogy nyugodj emberek, menjünk másfele. Ő végül minden fontos pontján föltűnt a városnak, Kossuth téri tüntetés, hiszen úgy pénteken este, és utána szombaton délben is követett a sajtószabadságot, a szovjet csapatok kivonulását, de mindent azért tett meg, hogy a hatalom békés úton menjen át a nép kezébe, és a város ellátását biztosítják, és támogassák Budapest forradalom népét. Nem egy átmeneti, lelkesült állapot, nem sodródás, hanem teljes értelmi és lelki meggyőződés vezetett arra, hogy én ebből a szent küzdelembe kivegyem a részemet. Tulajdonképpen 4 éve tanítottam már ebben a városban, és úgy éreztem, hogy Békés Csaba lakossága 4 év alatt fiává fogadott. És amikor közelebbi viszonyba kerültünk egymással, akkor elmondták a panaszaikat. Elmondták, hogy kik ülnek börtönbe, kik ülnek internálótáborban, hogy milyen iszonyatos nyomorúság, hogy nincs ennivaló, hogy a helyi kisfirályok milyen kegyetlenséggel bánnak, és hát ez a rengeteg panasz, ez engem gondolkodóba ejtett. 1945-ben gyökeres történelmi változás volt, mert Magyarország, mint vesztes háborút vesztett ország, háborús bűnösként egy teljes mértékig diktatúra alá kényszerített sorssal kellett, hogy rendelkezzen. Magyarországon nem tűrték meg a véleménynyilvánítás, nem volt joguk az embereknek, még saját vagyonokhoz sem. Tulajdonképpen a kommunista rablóbanda, amely Magyarországon mindenkit kifosztott, aki szólni mert börtönbe került, vagy bizófára. Ugyanakkor az elkeseredés későben odáig fajult, hogy 1956 őszén apám egyszer hazajött, és azt mondta, fiam, gyorsan kapcsolt be a rádiót, mert kitört a forradalom, meg is történt, és semmi más nem hallottam a rádióba, csak géppisztolyoknak az akatolását. Na, erre fel én is elővettem a puskámat, kitisztítottam. Szinte belesodródtam az eseményekbe, 23-án mondták, hogy fontos rádióbeszéd lesz, amit érdemes meghallgatni, hát siettem haza, Gerőnek a már hírhet beszédét ugye meghallgattam, és akkor megpesdült bennem valami, hogy itt talán valamit tenni kellene. Másnap a Barneválnál, ugye, a Békés Csabai Baromfi feldolgozó vállalatnál munkástanácsot kellett alakítani, ugye, központi rendelet alapján, és beválasztottak a munkástanács tagságába. Mintegy 200-250 méter hosszan a Barneval épülete terül el. Ennek az érdekessége ebből a szempontból annyi, hogy Jamina egyik legnagyobb létszámát foglalkoztató feldolgozó vállalat volt, és 3 társam a szervezkedésben, Polgár János, Szlancsik János és Moknács Ilona néven nevezett barátaim, bajtársaim itt dolgoztak 1956-ban. És amikor a forradalom kitört, olyan elementáris erővel hatott ránk fiatalokra, úgy érzem minden magyar fiatalra, amiből nem lehetett kimaradni. Nem is volt szabad kimaradni. A bíróságon mindig akkor voltam felháborodva, amikor rám próbálták beszélni, hogy megtévesztettek. Tehát mi az 1956-os forradalom, a szabadságharcot belső indítatásra és teljesen önként
vállaltuk. Hát 1956-ban én 22 éves leszerelt katona voltam, és dolgoztam Barneváléknál, mint hűtőgépész. A munkástanács tagnak beválasztottak engem is. Azonnal elhatároztuk, hogy itt tenni kell valamit, át kell venni a dolgok irányítását, félre ne csúszanak a dolgok, áldozatok ne legyenek, hanem lehetőleg minél békésebben menjünk át az új időkbe. Ugyanis reméltük, hogy új idők kezdődnek, ugye? Nem sokáig reméltük, hogy 25-én jött a híre a nagy Kossuth-téri vérengzésnek, ahol tudtunkkal több mint 300 halott maradt a betonon, ugye, amit ma tudjuk jól, mint egy pár tucatra próbálnak csökkenteni. Ez adta meg bennem a lökést, hogy tényleg itt nem szabad hagyni. Félelem nem igen volt bennünk, cselekvésvágy volt bennünk, és a munkástanács csodálatos képpen, hát nem tudom miért, engem választott meg az elnökének. Kiváló gárda volt a munkástanácsunk, hadd emeljem ki Szalancsik János barátunkat, hadd emeljem ki Icát a hölgyek közül, akik szintén a legnagyobb odaadással működtek velünk együtt. A munkástanács próbált az adott körülmények között emberségesen eljárni, a korábbi vezetőket meghívtuk, elbeszélgettünk velük, megszavaztattuk a munkástanáccsal, hogy maradhatnak-e vagy sem. A személyzeti változtatásokkal párhuzamosan a bérek változtatását is létrehoztuk, mintegy 25%-kal megemeltük az embertelen viszonyok között dolgozók bérét, az adminisztrátoroknak és a vezetőség bérét nem emeltük meg. 56-ban fontos szerepe volt a színháznak. Mit történtek itt? Hát október 26-án gyűltek össze először az Emeleti Színészklubban a színészek, tehát Kasközt István dramaturg, Pálfi Tamás, Apor Gyula, Füzesi Otto színművészek, hogy megvitassák azt, hogy miért nincs Békés Csabán mozgózás, mikor Budapesten már három napra zajlanak az események. De ott határozták el, hogy aznap tünetés szervenek esetleg a Békés Csabán a Kossuth szobornál. Édesapámmal ugye nagy hangzavarra ébredt, vagyis hát figyeltünk föl este felé, 26-án vagy 27-én, és akkor már ugye gyűlt a tömeg az üzemek előtt, és akkor felvonulást rendeztek végig a Szabadság téren a pártház előtt, aztán vissza a Munkácsi utcán az AVH előtt, és ugye azok a jelszavok, amikor akkor ugye voltak az Ávóval, meg Rákosinak kötelet egy forintos kenyeret. A feladat súlyosságát igen mutatja az is, hogy a városvezetői egytől egyig elmenekültek. Minden erővel arra kellett törekednem, hogy az itten lévő hadosztályt, meg a környébeli katonaságot én megszerezzem a forradalom hívének. Ez egy 54 ezres város volt. És itt, ezen a téren, ahol most állunk, 30 ezer ember áll. 30 ezer! Békés Csaba első komolyabb küldetése itt zajlott október 20-án péntek az esti órákban. Elszaladták Kismenyhér Talizmán című versét, és a Petőfi Sándor Talpa Magyar című versét, majd a tömeg kinyomtatta a Szentközti lapnyomdában az úgynevezett követeljük című röpiratot, amely tartalmazta a nép 14 pontos követelését. Egyen megtoldották, hogy számoltassák el, ez a Szegedi Albertné volt tanácselnököt, aki leromboltatta a 101-es obeliszkot. Tudtak a tömegben Kasköltő István dramaturgnak egyik vezére volt a forradalomnak, hogy itt vagy ember, aki Budapesten részt vett az eseményekben, és kérték a Rabosz Lászlót, hogy mondjon már néhány szót mi újság Budapesten, hiszen az itteni újság a Vihasarok népe, az MDP és a megyei tanács lapja szinte semmit nem ír, ami történik Budapesten. Tehát hozzá kell tennem, hogy a Vihasarok népe csak az utolsó számában 27-én írt az, hogy végül Budapesten forradalom győzött. Én barátaimmal együtt elindultam szülővárosomba, Békés Csabára, hogy a szüleimet és a menyasszonyomat megnyugtassam, hogy élek.
a 101-es szobor, ez egy borzalmas látvány volt, mert ott ki volt ásva maga a szobor, az úgy nézett ki, mint egy nyitott sír. Ezt nem én szerveztem, ezt megszervezte Békés Csaba összes lakossága, ezzel mindenki egyetértett, hogy ezt fel kell állítani. Úgyhogy 56-ban ezt kiásták, felállították, és tulajdonképpen ebbe az árokba esett bele egy katona, akire, illetve rendőr, akire rájöttek. Életben maradhatott volna, hogyha nem akart volna minden áron bemenni ott a szemközt lévő épületbe, és menetlődik aztán lelőtték, ha nem tudott bemenni. Békés Csaba a tiszántúli magyar hadseregnek a központja volt, tehát itt körülbelül hadi létszámba emelés nélkül 7000 ember állt fegyverben, ez egy olyan katonai erő volt, amelyik képes lett volna megállítani átmenetileg ezt az egész orosz katonai inváziót. Nos, másik vonalat említem, akik velünk szembe álltak, és ugye a mi forradalmunk, a mi megmozdulásunknak az eltiprására indultak. Ezek közül el kell mondanom, hogy Magyarországon létezett úgynevezett különleges hadtest, 1955-ben Ausztria semlegessé vált, és az ottan lévő orosz csapatokat áthozták ide. Itt maradtak. Ezek a létszám egy olyan 25 000-es volt, neve különleges hadtest. Ezt 56-ban feltöltötték 60 000-re. Elhatároztuk, hogy segítünk a Budapesten harcolókon, és segélyeket is indítunk. Polgár barátunk volt az, aki megszervezte a szállítmányokat. Úgy emlékszem, 3 ilyen akciónk volt a forradalom alatt, mind a 3 akció sikerrel járt. A második sikerünk az volt, hogy megrekedt az állomáson, mint egy 12 vagon hűtött sertés áru. Romlás veszélye forgott fent, a hűtőházunkban viszont volt annyi hely még, a közlekedők, stb. Ez a hűtött áru be lett tárolva. De közben megszűnt az áramszolgáltatás a sztrájkok következtében, tennünk kellett valamit, hogy a hűtőgépeket üzemben tarthassuk. Sikerült szereznünk egy generátort és egy öreg gőzgépet a téglagyártól, és sikerült akkora energiát, mint egy 35-40 kW energiát létrehozni, amivel épp 0 fok alatt tudtuk tartani a hűtőház termeit. És pakoltunk föl teherautókra, és indítottunk Pestre a budapesti élelmezése céljára. Ez volt a Sztálin út vége 56-ban. Itt egyrészt, hát október 26-án pénteken a Szabadságtéren gyülekezett tömeg idejött, hogy leverje a vörös csillagot, világító vörös csillagot, itt le is verték, majd innen mentek vissza a Kossuth térre. Amikor a csillagokat vertük le, ez a mi kis szervezetünk, ez teljes létszámban mindenütt ott volt, segédkezett, tette a dolgát, mint akkor minden más. Magyar ember, nemzetről lettem, majd álmas földök is voltam egy 24 óráig. A Tűnész Klub lett a fő helyszín, hiszen ott volt létre a Békés Megyei Forradalmi Tanács. A Fekete Pál elnökletével, amely később átköltözött, most András út, akkor október 23-ai út 14 szám alá, hát ahol működött a Kossuth népe szerkesztősége, mely egy megyei forradalmi tanács lapja volt. Mögöttünk van az úgynevezett Munkács utca, nem messze a mozi, és itt, amint látjuk, ez az ÁVÓ rezidenciája, kínzókamrái voltak a föld fölött és a föld alatt. Ez volt a legszörnyűbb hely Békés Csabán, Békés megyben az 50-es években. Ez volt az AVH pincéje. Itt voltak a börtöncellák, végvasajtók, most már hiányoznak, nagyon vastag vasajtók voltak. Ez az épület egy titkos átjárón össze volt kötve a pártházzal. De most nagyon fontos dolog az, hogy itt egy fiatal egyetemista, Rabovszky László is vállalkozott arra, hogy ide az oroszlán barlangba bemenjen. Megérte Kis József, ő nagyja, az Ádél megyei főnökével, hogy békésen rendben megy végbe a leszellés. Egyetlen egy szál Rabovszky László, harmadéves egyetemista lábaira elé rakták a fegyvert. Ez a volt Nagy Sándor József laktanya,
gyűjtötték össze az AVH-sokat. Tóth István hadosztály parancsnok, Tiszaújtúri 8. lövész hadosztály parancsnok, a volt helyőségi parancsnok. Hogy ide hol a oda került, hiszen egy ízben, hogy a Majorosi János AVH Nürnberg megyei NDP első titkár meggyőzte arról, hogy le kéne várni a fordulmák oldalára, hiszen a fegyver az ő kezében van, és végül is hát azt elérték, hogy a szép napon letartóztatta a forradalom vezető közül Grabowski Lászlót, és bevitt őket a laktanyába. Csak hogy a Békés Csabai forradalmi nép oda ment, és a jaminai humidalegységgel együtt kiszabították a rabokat, és ezek után Tóth István belátott tévedett, és október 28-án vasárnap összeölelkedett a megyei tanács erkélyén fekete pállal, tehát megbékít, és attól kezdve november 4-ig egyfolytában a forradalom mellett állt. A forradalom mellé átállt újságírók színészek közreműködésével ebben az évben kezdte meg tevékenységét október 31-én a Szabadság Rádió, mégpedig Fia Géza népíró szózatával, amely Stefani Kirén színművészt olvasott föl. November elején jött a híre annak, hogy Románia felől szovjet csapatok érkeznek Békés Csabára, ezért Békés Csabáról kimentek nemzetőrök Gréva István vezetésével, hogy összeegyik a síneket Lökösház és Békés Csaba között, ami meg is valósul. Mi állítottunk össze, kérlek szépen, két vagy három vagonból álló szerelvény, és akkor az talán még a lépcsőn is csüngtek, de telve elindult Lökösháza felé, és fölszedtük Lökösházán, Lökösháza és a határ között fölbontottuk a sineket, és egy része a társaságnak tovább ment Batonyára, és ugyanígy fölszedtük a sineket. 360 harckocsi jött. Akkor én úgy döntöttem, nem is én döntöttem a falvi bizottság, hogy én kimegyek, és beszélek velük. Litovszki Pali, Pesten lakik szegény, ha még él, beleült egy vippomba én velem, ugye senki nem kockáztatta bőrét, és éjszakának idején elindultunk elébük. Sesik elő oszlop jött, világítva, és ott ugye, amikor megálltunk, visszafordult a kocsiba, én kiszálltam, és hát le voltak zárva a harckocsik. Nem bátorság volt neki, mit volt egy feleségem, kisgyerekkel, teljesen. Én tudtam azt, hogy ennek a forradalmi bizottságnak az elnöke vagyok itt, én tudtam azt, hogy a forradalmak minálok mindig elbuktak, én tudtam, hogy ott fogok rúgni az akasztófán, hogyha ez a forradalom elbukik. De még biztosabb, hogy ott fogok rúgni, hogyha itt valami viszontos baj történik. Más nem tudtunk csinálni, mint megpróbáltuk Békés Csabát valamelyest lokalizálni. Ennek az lett az egyenes következménye, hogy Békés Csabát teljesen elvágtuk minden hírközléstől. Nem tudtuk, hogy melyek a katonai vonalak, az AVH, meg egyebek milyen vonalon értekeznek, ezért elvágtunk közel 60 vonalat. Éjszakánként ment a röpcédulák gyártása, nem valami irodalmi tartalommal, közvetve azt, hogy Le Kádár 4000 forintos ábósaival, akkor 4000 forint levitézlet ábósaival, Ruszkik haza, a pártháza kiírtuk nagybőtükkel, ezt adjátok ki lakásnak. Nem tudom már, melyikőtök került el hozzánk a lakásra röpcédulát csinálni. Én biztos. De. Igen, mert nekünk volt egy lány lakásunk a Pozsonyi utcába, és hát az volt alkalmas arra, hogy ott egy nagyszabású szervezkedést rendezünk a munkáshatalom megdöntésére. Mert ez nagyon nagy bűn volt nekünk. Én személyesen hoztam el a Barnevádból a stencilt, így a hónom alatt én azt hittem, hogy ez csak egy ridikül. Semmire nem számítva, hogy ennek milyen következménye lehet majd. Nálunk a lakáson olvasta fel Lévai Pista az esküszöveget, amelyiknek az egyik része az volt, mert mi esküszünk, hogy nem ijedünk meg Rákosi levitézlet 5000 forintos ávósaitól. Ez egy szép épület, itt működött a Magyar Dolgozók Pártjának, Békés Megyei Bizottságának
az összes irodá és a Városi Pályabizottság. Ez arról nevetes, hogy november 2-án megpróbáltak végrehajtani egy igazából elreformi puccsot, fegyvereket gyűjtöttek össze, csak hogy lebuktak, és az elvtársak ezen a vasajtón keresztül menekültek be az AVH itt lévő épületébe. És be van zárva, 89-90-ben még itt jártunk át a népviságtól. Most már ugye ez nem működik. November 2-án hajnalban édesapám arra ébredt, hogy valami nagy zaj van a városban, és nem messze laktunk a Békési úttól, ahol vonultak be Békés felől Békés Csabára páncélos alakulat. Tehát másodikán volt, tehát átmentek másodikán Békés Csabán, és Békés Csaba déli részén, Jaminán túli részen ott telepedtek le. Amikor édesapám meghallotta, mindjárt ugye, mint háborút járt ember, ez azt mondja, hogy ezek harckocsik. Akkor gyorsan fölkapta a ruháját, persze én is, ugye, mert engem is érdekelt a dolog, és kimentünk a pamutszövőhöz, és ott láttuk sorozat, hát legalább 2-3 órán keresztül vonultak a harckocsik, meg a páncélos járművek, és akkor már édesapám akkor megjegyezte, hogy na, vége a forradalomnak. Nekem el kellett ezt az óriási katonaveszélyt hárítani, nekik szembe álltak 7000 ember itt, és ők 350 harckocsival. Kitörtem egy napraforgó kórt, és elindultam a harckocsi soron végig, és kopogtattam. Nem nyitották ki. Egyszer csak előjött egy parancsnoki kocsi, kijött belőle egy padpalkovnyik, egy alezredes, és elmondtam neki, hogy barátaim, én a városvezetője vagyok. Nem magam akaratából, közmegbízásból, én kérem, nagyon kérem, mi nem haragszunk önökre, nem haragszunk az orosz népre, mi tiszték Tolsztójnak a kultúrát, Puskint, Lertól, Szaltikov Csedrint, a festőket, mi az orosz zenészeket, mi nekünk, ne, önök nem ártottak, ha már ide küldték katonák, kérjük, kerüljék el a várost. Szelezsán Mihályjal, egy oroszházi barátommal és egy békési kutyás rendőrrel teljesítettük szolgálatot. 4 óra tájban valami nagy zúgásra lettünk figyelmesek, akkor a város legszélén lévő bozókocsma felől jöttek be az oroszok. Megvártuk, amíg az utolsó tank is, vagy páncélkocsi elmegy, akkor hívtuk föl a városi kapitányságot, és jeleztük, hogy a szovjet tankok mennek föl a város felé. Erre Kovács Zoltán őrnagyot fölkertették a bent lévő bajtársai, nagy baj van. Ő ide jött, be akart menni a kapun, be volt zárva, belülről féltek a bajtársai, megcsinált a vállapja, és a szovjet gazdák lelőtték egy sorozattal. Azt hitték, hogy valami más csillog, nem a vállapja. Nagy harcok ugye nem voltak Békés Csabán, de írja egy szovjet történész Alekszandr Kirov, hogy a Budapesten kívül nem sok városban volt ellenállás, Békés Csabán volt, tehát a Latinában volt elsősorban, illetve hát a város akkori tanácsházánál. Ez az Andrássy út valamikor a Sztálin út, ennek az elején, vagy úgy egy negyedén helyezkedik el a volt Nagy Sándor laktanya, aminek a kapuját bement a tank, belőttek, két helyen is volt egy tiszti szárny, ahol minden átmenet nélkül a tank befordult és lelőtt. Na, itt egy kis buzgó orosz katona meghalt, mert ugye hajnalban volt 4 órakor a megszállás, és buzgolkodott szegényként, és átugrott a kerítést, és azt hitték, hogy valami bajt elleforradal, már a saját katonái lőtték le. Itt működött 56-ban a Békésben rendőrfőkapitányság, itt még a vasjárás az ajtón látszik is. És itt állt november 4-én hajnalban 3. rendőrszakaszértől, szó nélkül a szövetek lelőtték. Ha jobbra tovább megyünk, akkor egy volt szatócs boltnak, ilyen rövid áru boltnak a bejáratát látjuk. Fönt az erkély, ezt viszont lelőtték, ide belőttek. Itt vagyunk a városháza előtt, Békés Csabára, november 4-én vasárnap hajnalban jöttünk szolgálcsapatok Füries felől, és ide belőttek az emeleti rész, ahol egy biztos tüzeltek rájuk.
november 4-én déli órákban jutottunk el az egyes számú iskolához, ahol éppen körülvették a harckocsik, az oroszok körülvették az iskola épületét, és az ott összegyűlt nemzetőröket, kenyérért cseréltek fegyvert, és saját szememmel láttam, hogy egy kis, tényleg egy kis mongolos képű gyerek, aki a páncélos kocsiba ült, pisztolyt meg géppisztolyt ajánlott, hogy chlebáért, tehát kenyérért. És voltak is ilyen viták akkori Sztálin úton, hogy a magyar katonatiszt is vitatkozott a szovjet tiszttel, hogy ez nem szó, ez a körös, ami a Csabán keresztül megy, mert azt hitték, hogy ez a szó, ez. Több napos alvásmentesség után, ugye, arra ébredek szabadságtéri kis 2x3-as szobámban, hogy mozog alattam az ágy. És bekapcsolom a rádiót, Nagy Imrénk segélykérő szózata hangzott a rádióban, hogy segítsetek, segítsetek. A vállati motorra fölpattantam, ugyanis a lövöldözés hallatszott, a szabadságtéren előttem egy harckocsi átcsorgott, és néha lőtt egyet, nem értettem, hogy hova és merre, és mi a célja. Ugyanis semmiféle ellenállás Békés Csaba nem tanúsított. Posta előtt is, a bank előtt is, a főtéren is, a Bartók Béla út felől is harckocsi, az Andrássy út, pontosabban akkori Sztalin útnál is ugye harckocsi állt. Fölpattattam a motorra, amiatt éreztem óriási félelmet, a hűtőház megy, több mázsa ammóniák van a rendszerekben belőle, ha egy repeszt kap valamelyik kondenzátor, amelyek a tetőn voltak elhelyezve, itt a környék megfullad. Nem tudom, mennyivel mentem a motorral, mert a sebességet nem éreztem, és közben úgy fütyülnek a golyók a fülem mellett, és be a Barneválhoz. Be is érkeztem nagyon hamar, amit menet közben láttam, úgy emlékszem, a városháza kapott egy belövést, törmelék volt előtte, oda szaladtam megnézni, egy halott ember feküdt, hát egy rendőr volt a bank és a posta közötti járdán, járda mellett, de már vérbefagyva, Csaba szálló, az kapott egy-két belövést, és hogy rohantam tovább, láttam, hogy a laktanyában, nem közvetlen a laktanyának a legénységi épületei közben, hanem a tiszti szállások. Ott a raktársor kapott néhány belövést. Na, beérkeztem a vállalathoz, a vállalatnál nem volt probléma, ott harckocsi sem állt a vállalat előtt, a Barnevál előtt. Hát már mindannyian ott voltunk, nagyon el voltunk keseredve, és megvalóan dühösek voltunk, és itt valamit tovább is tenni kell. Lancsik János barátunk azt mondta, hogy itt nincs mese, akcióba kell lépni. Hát délre lezajlottak az események, és a veszteségek is előjöttek, ugye. Tanácskoztunk, hogy mit kellene tenni. Megjelentek délutánra a falragaszok, hogy a szovjet parancsnokság átvette a Békés Csaba ellenőrzését, és mindenki szolgáltassa be a fegyverét, stb. Minden, ha van. Hát mi meg pont ekkor gondolkodtunk azon, hogy itt valamit gyűjteni kellene. November 4-én Polgár Jánossal elmentünk beszerző körútra. Mégpedig azért, mert neki nem volt fegyvere, én meg az enyémet nem adtam oda neki. És a helyzet a következő volt. Elhoztunk a Békés Csabai lőtérről egy-egy géppisztolyt, nekem jutott 5 darab tár és 971 darab lőszer. Azután voltak puskájaim, pisztolyok voltak eltéve, amit összegyűjtöttem, úgyhogy merem állítani, hogy nem kellett szégyenkeznem a bíróságot, amikor meglátták azt a nagy halom lőszert. Még Szelezsán Miska azt kérdezte tőlem, hogy ezek mind az enyimek? Mondom, mind az enyim. Estére már az is kisült, hogy a forradalmi tanácsot 4 emberrel együtt, konkrétan Fekete Pál forradalmi tanács elnökét, a Bicó századost, Huzsvai alezredest és egy Tóth Pistát eltűnt a városból. Így csak arra a következtetése jutottunk, hogy itt bizonyára a szovjet csapatok
vitték, fogták be őket és vitték el, mint ahogy ez később be is bizonyosodott. Van, aki bízott a szabad Európában, mondtam, nem szabad bízni, a BBC adásaiban, mondom, abban sem szabad bízni, mondom, mi, én nagyon komoran jártam és össze voltam törve, mert éreztem azt, hogy itt valami nagy svibli folyik. Már a másnap, november 5-én így ült össze az MSZNP Békés megyei ideiglenes intézőbizottságának összes tagja a megtolásra fölkészülvén. Egy halállistát összeállítottak, amelynek értelmében Fekete Pált ki kellett végezni, Raboszki Lászlót is. A Városi Munkástanács úgy határozott, hogy itt egy nagy általános sztrájkot kell létrehozni, és egy óriási tüntetést, néma tüntetést, és követelve a forradalmi tanács tagjai szabadlábra helyezését. Tényleg így is volt, megtörtént a nagy tüntetés, megrázóan csodálatos volt. Nem féltek attól a fenyegetéstől, hogy a pártház meg van tűzbelve géppuskákkal, golyószórókkal, géppisztolyokkal. Lényeg az, hogy másnap tényleg megdeklarálták, hogy a forradalmi tanács tagjait már pedig hazaengedték. Hozzánk kapcsolódott, mint arzenálos, a lengyel Laci. Jó, nekünk is volt egy kevés azért, amit aztán kivertek valahogy belőlük a víztoronyba eltéve. Az tulajdonképpen a gyár őrségének a fegyvere volt. Ugye vigyázni kellett az űrös időkben a gyár biztonságára. Ugye, büszkék vagyunk arra, hogy úgy sikerült a biztonságra vigyázni, onnan egyetlen kopasztott tyúkot nem vittek el, vagy kacsát. Az a nemzeti reménység újra összeomlott, mert az országot orosz katonaság megszállta, fegyveresen leverték a magyar forradalmat, és sajnos nem volt egyetlen egy ország, és maga az ENSZ is cserben hagyott bennünket. Hozzátenném, hogy a szemközti Mégismer Népusság szerkesztősége, vagy szemközönben a munkácsúsz, repítik, tovább megyünk, mely 56. november 5-én indult. Hát az pedig eleve az, hogy az AVH székhárnak adott helyet, ahhoz embereket tönkreverték. Erre gondolni, hogy az emberek bizalma mekkora volt egy ilyen újságban, amely tudták, hogy nagyon sok forradalmat tönkrevertek és halálra kínoztak. Tehát ez a két hely, a színház meg a Népusság szerkesztősége önmagában állva bizonyította azt, hogy jobb az emberek csöndben maradnak, tehát volt ott Békés Csabán. Február 5-én a vállattól délelőtt vittek el, vipponnal és géppisztolyokkal lögdösve. Ugye, a vipponon aztán kaptam egy-két gumibotot. Én november 4-től vasárnaptól kezdődöm, a szovjetek segítségével a magyar verőlegények borzalmas veréseket hajtottak végre. Fettel Ferenc AVA százados, Törzsök nevű, AVA-s ember, Sáránszki nevű, AVA-s ember és Bocskány nevű, hát AVH-s ember vezetésével, irányításával. Most érdekesképpen mondom, hogy aki a Békés megye rendőrfőkapitánysága volt a forradalombizottság elnöke Köles Pál, akkor rendőrszállata szintén ide került november 4 után, és az a Leucki Mihály volt a vizsgálótiszti AVH százados, aki később a Békés megyei népúságot, amely november 5-én indult útjára, annak volt a kiadó igazgatója. Az itt lévő rabokat borzalmasan megverték, nőknek a nemi szervivel gumibotot dugtak föl, a férfiak helyé is széttaposták. Az volt a céljuk a szövetőknek, hogy kiviszik őket Szibériába, de az elnyomás akkora volt, hogy végül Zálintól visszahozták őket. Én gondolom itt a Slancsik barátom, a Szelezán, a Lengyel, a Bóna barátom, a Lévai Pista, hogy mit kaptunk mi oda bent a kihallgatás során. Az a 2-3 hónap a rendőrségen, az egy kegyetlen volt. Amikor éjjel már az ember egy kicsit el akart szundizni, hogy nagy kicsit alszik, fölköltötték, vittek kihallgatásra. És olyan szöveg volt, hogy tudja maga hol van? Ottól még a bőrével se kell elszámolni. Amikor
kihallgatáson voltam, akkor azt mondták, lépjek be a rendőrségre, mindent elfelejtenek. Ugye hát nem voltam hajlandó, ezért megint kaptam. Ott, amikor kihallgattak, fényes nappal. Én abszolút nem számítottam arra, hogy itt egy ilyen retorzió lesz. Értem például május 14-én 9 fegyveres pufajkás jött el fegyveresen, letartóztatnak és azt mondják, hogy amennyiben szökést kísérel meg, fegyverünket használni fogjuk. Hát hogy tudtam volna én 9 embertől hajnalba 2 órakor megszabadulni? Bevittek a gyulai rendőrségre ezt a sötétben bujkáló erem forradalmat. És hát bizony nagyon keserves kis élet vártott rám a 2 év alatt. Én nem azt mondom, hogy a forradalomnak igen nagy híve voltam, de hogy ez egy ilyen kemény retorzióval jár, és a szüleim halálával egyben, erre abszolút nem számítottam. De én nagyon büszke vagyok az én kalocsai 2 évemre, amit ott eltöltöttem, mert hát ugye ez mégiscsak bűn volt, és itt el is ítéltek, mert én ott igen csak nemes emberekkel találkoztam, mondhatom. Ennyi az én emlékem. Úgyhogy aztán jöttek a bírók, az alapos verések után, 2 hónapos nyomozás után, tulajdonképpen amit tudtak kiverni bennünket, kiverték, amit nem tudtak, az megmaradt. Na mostan ugye itten az 56-os forradalom eszméjét aztán tovább kellett vinni azzal, hogy egyszerűen kommunistákkal nem barátkoztunk, és szóba se álltunk velük. Én legalábbis ezt tettem. Később aztán megint visszavittek, többször visszavittek a börtönbe. Mert a 15 éves ítéletet megváltoztatták, és módosították kisebb ítéletre, amit aztán én a 6,5-7 esztendőt különböző tételekben le is töltöttem, mert nem voltam hajlandó velük megegyezni, nem voltam hajlandó úgy működni, de hallgatni se, mert a véleményemet nem rejtettem vék alá, mert tulajdonképpen a kommunista rendszer egy jog nélküli társadalom volt, amelynek se hitele nem volt, se becsülete nem volt a lakosság becsületes rétege között. Azért nem volt, mert látták azt, hogy mindenkit kiraboltak, és kirabolták az embereket, és állampolgári jogok nem voltak. Csak egyszerűen rabszolgaként éltek az emberek. Lealázó, lekicsinyítő, semmire való fizetésekkel. Amíg a kommunisták kapták a nagy fizetéseket, amiről a lakosság nem is tudta, hogy mennyi. Úgyhogy én a magam részéről, amikor aztán a börtönből hazajöttem, apám azt mondta, hogy fiam, amikor a tárgyalásotok megtörtént, Szabad Európa beszélt rólatok, ha most már ebbe belevágtatok, akkor csináljátok végig. Én úgy gondolom végig csináltam, mert soha nem egyezkedtem ezekkel a világtörténelem egyedülálló, mérhetetlen, becstelen zsarnokaival szemben. Mert se vélemény, semmi jog nem volt ebben az országban. Egy jog nélküli társadalom. Február 28-án engem letartóztattak Orosházán, akkor engem már Szegedre vittek a Csillagba. Ott pár nap után fűzőláncon elvittek Kistarcsára, többet magammal. Talán még arról a borzalomról, amit az ember úgy meg kellett, hogy éljen, olyan sűrű volt a
fűzőlánc, hogy én, amikor a falhoz állítottak bennünket, akkor én csak félábon tudtam megállni, mert nem volt a fűzőláncon hely. A mögöttem álló karhatalmista hátulról megfogta így a hajam balokra, és akkor így egy az egybe belevágta az arcomat a falba. Úgyhogy amikor elmentünk a fal mellől, akkor csak egy ilyen lefele szélesedő háromszög jelezte a leheletnek a lecsapódását minden ott ácsorgó embernél, hiszen nem tudom, több mint tizen voltunk a fűzőláncon. Nos hát, kis tartsáról ennyit. Az, hogy lelőttek a pincébe bennünket, és kérdezés nélkül sorba állítottak, és jól elverték a nadrágunkat. Tulajdonképpen Oroszországnak kellene fizetni jóvátételt, amiért Magyarországnak ilyen súlyos nemzeti károkat okozott. Amikor Oroszország befejezte a II. Világháborút, 200 millió dollárt kellett fizetni Magyarországnak jóvátételt. Most Oroszország miért nem fizeti meg, amiért beleavatkozott? Nem elég a bocsánatkérés, mert a gyilkosságokért, az akasztásokért, a kivégzésekért nem lehetett bocsánatot adni. Ezzel a rendszerrel nem volt mit kezdenünk nekünk. Ez a társadalmi rendszer egy mérhetetlen, aljas, gyalázatos rendszer volt, amiről semmi jót nem lehet mondani. Az, hogy mostan egyes kommunisták, akik átvedlettek szocialistákká, ezek most azt hiszik, hogy a sötét és becstelen múltjuk el van felejtve. Lehet, hogy el van felejtve, de nem mindenki részéről. Tulajdonképpen Oroszországnak is kellene kártérítést fizetni. Emlékeztek rá, hogy a polgár Jancsi volt az elsőrendű vádlott, ő 20 évet kapott. Én lettem volna a második megkülönböztetett, aki szintén 20 évet kaptam. Úgy emlékszem, hogy a Slancsik Jancsi volt a harmadrendű vádlott. Nem. Ő nem is kapott csak 18 évet, hát ne beszélj már. Hát. Kérlek szépen. Akkor ki volt még? Te voltál, te hányat? Meg te is, ugye? Harmadik. Te voltál a negyedik, te is mennyit kaptál? 18-at. De megúsztad. Akkor te negyedik voltál, és akkor 15-tel, és akkor te hányadik voltál? Én hetedrendű vádlott. Utána hát akkor, magának. Na, igen, és akkor Laci, te hányad hatodrendű? Ötödrendű voltál akkor? Miska volt a hatodrendű vádlott. Igen. És akkor neki volt a 18 éve, még neked mennyi volt? Nekem 15. 15 volt, tehát tiszta olcsóság. Hát igen. És akkor kérlek szépen, te voltál a hetedik, és te kaptál? De 5 éve. 5 éve, na ne haragudj a Pistot. 6 év, 6 év. Mennyit? 6 és fél. Na hát akkor összeáll a kép végül is. Én most nem adom össze, de tudom, hogy olyan 100 év körül kaptunk. 118 év, akkor kiszámoltam. Aha. Adjátok össze. Békés Mihály két mártírja, a gyulavári Mánya Erzsébet és Farkas Mihály tartalékos főhadnagy. December közepén, hát akkor már a statárium érvényben volt. Egy gyulavári népe megtudta, hogy a puffekások karhatalmisták Gyulaváriba készülnek. És erre föl az ottani nép Gyulaváriban, az ottani határőr őstől elszedte a fegyvereket. És beásta magát a gátoldalba. Ezt a puffekások megtudták, és nem mertek arra menni, attól féltek, hogy rájuk lőnek. Na most ott ilyen lövés nem dördült el, senki nem sebesült meg. Ettől függetlenül a dr. Mátyás Miklós hadbírónő tanácsa 57. januárjában halálra ítélte mindkettőjüket, mint fegyveres szervezkedő vezetőjüket. A többiek börtönbüntetést kaptak. Az ügyész dr. Sajt Imre volt, egyébként sarkadi származású, és a Békés megye rendőrfőkapitány helyettesként ment nyugdíjba, és 89. decemberben mondott le a megyei tanástestületben a jogi és hát igazgatási bizottsági elnöki tisztéről. Tehát nagyon sokáig funkcióban volt Békés megyében. Hát őkért végül is halálítéletet rájuk. Ő is abban bízott, meg dr. Mátyás Miklós hadbíró is, hogy már kegyelmet kapnak Mányék. Na most nem kaptak kegyelmet, hát olyannyira nem, hogy Müni Ferenc akkor úgy hiszek, hogy a
fegyveres erők miniszter, tehát összevon miniszter vagy belügy, hagy, stb. Személyesen lejött Békés Csabára kivégzés előtt, ez február első napjaiban volt, és hát mind borzalmasan megverték, a Farkas Mihály fejét szétverték, a nőt meggyalázták, mindent. És így fölemelte a csizmájába a szoknyát, menedzsémet, dr. Münich Ferenc, és azt mondta, hogy na, te sem fogsz már többet, pont. December 11-én egy statáriális törvényt hozott a lényegében a Kádár kormány, ugye a 8-ai Marosán beszéd után, ugye amikor már kijelentették, hogy most már nem tárgyalunk, hanem lövünk, ugye beindult elég kemény, ugye itt ismeretes a Salgótarjáni sortűz is. Na mindjárt 18-án, ugye bemondások alapján szedték azokat össze, akik részt vettek a gyulavári tüntetésen. Egyedül Mányi Erzsének hajnalban valami jó indulati ismerőse értesítette Mányi Erzsét, hogy meneküljön, mert őt is le akarják tartóztatni. És ugye akkor már tudva levő volt, hogy Farkas Mihály, meg hát sok ismerősük már le volt tartóztatva. És a Mányi Erzsi egyik nagynényéhez menekült ki egy tanyára, és ott tartózkodott lényegében január 3-áig, akkor fogták el. 8. és 10-e között voltak a tárgyalások. Én a 10-ei, hát az utolsó nap a tárgyalásra bejutottam, a két halálos ítélet született, a Mányi Erzsébet és Farkas Mihály, 20 és 28 évesek. Én elmentem a temetőbe, és kerestem a sírókat. Hát nagy nehezen megtaláltam, mert nem is ott temették el, ahol szokásos volt a temetés, hanem egy ilyen ingyenes parcella, hát a temető szélibe, ott voltak jóformán elkaparva. Akkor ott a sírjuknál, ami lényeges, hogy megfogadtam, hogy én bosszút állok, értik. A sírjukat kezeltem, rendezgettem, hát amennyit ugye anyagiakból, meg az erőmből tellett, hogy időnként hazajártam, és hát közben megfogadtam, hogy a életemet az 56-os eseményeknek szemvettem, és ilyen műkedvelő történészként könyvelem el magam, mert azóta is gyűjtögetem az 56-os. Meg hát lényegében most már 45 utáni események, amik történtek perekkel, tehát ez a kedvenc témám a kutatásokban is. Eljutottunk a rendszerváltásig, azóta megkapták a méltó sírhelyüket.